Kimerem mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről. Kimerem mondani. És most kérem a biztonsági öveket becsatolni, az elmét jól kinyitni, az eddigi meggyőződéseinket, netán ítéleteinket pedig félretenni legalább egy időre, hogy zavartalanul kipróbálhassunk egy másfajta nézőpontot. Aki ehhez a támpontot szolgáltatja, Szendi Gábor kutató, klinikai pszichológus. Onnan indulunk, hogy nagyon sokan körülbástyázzuk magunkat különböző gátló elméletekkel, félelmi elgondolásokkal, és így tulajdonképpen a gondolkodás módunk akadályoz meg minket abban, hogy merjünk. Így van. Hát a gondolkodás módot kell megváltoztatni. Tehát az, hogy egészen más életet élhessek, ahhoz egészen másképp kell gondolkodnom. Persze rengeteg ilyen beépített séma van a fejünkben, észlelési, meg gondolkodási sémák, de nem mindenkiben egyforma, és ezek miatt torzultan látják az emberek a valóságot. Meg kell tanulni, fölismerni, hogy csak az én sémáim mondatják azt velem, hogy hát ez úgyse fog menni. Hogy kell elkezdeni átírni ezeket a programokat? Csak a legegyszerűbb példa, ha azt gondolom, hogy valami nekem úgyse megy, akkor ki kell próbálni. Tényleg másképp sose fogja az illető megtudni, hogy ő mondjuk át tudja ugrani a 150 centit. Ha csak ott méregeti, és azt mondja, hát itt ezt nem, akkor megmarad benne ez a gondolat örökre. Rengeteg dologgal így vagyunk az életben, hogy eleve feltételezzük, ez a kudarckerülő magatartás. Ez is egyfajta séma. A kudarckerülés az ugye az önértékelés védelmében alakul ki. Ha annyira grandiózus a cél, hogy azt már szinte senki se hiszi el, hogy sikerülhet, és tényleg nem sikerül, akkor annak mégis van egy ilyen nemes pátosz, hogy na, de legalább megpróbálta. Ugye az igazi kihívás a kudarckerülőnek az, ami tulajdonképpen reális, mert minden vállalásban van egy kockázat, hogy nem fog sikerülni, és a kudarckerülő, ha már a kis dologba belebukik, az ciki neki. De ha a nagy dologba bukik bele, az nem ciki, mert hát volt olyan bátor. Tehát, hogy ezeket a sémáinkat föl kéne ismerni, pontosan meg kéne szabadulni attól, hogy gondolkodási sémák irányítsanak minket. Ez most megint túl általános, de rengeteg ilyen sémát ismerünk, amik eleve meghatározzák a gondolkodás irányát. Az előítéletek tartoznak ide például? Akár. Ezeket mind föl kell ismerni, hogy végül is én magam okozom. Ezen gondolkodtam el mindig, hogy ezekben a kalandfilmekben, hogy a hős menekül, vagy üldöz valakit, és akkor mindig pont jön egy kamion, amire ráugorva átugrik a másikra, és ugye most aki meg azt mondja, hogy most miért jönne pont akkor egy kamion, meg hogy találnám én el, hogy ráugorjak pont a tetejére, és ne csúszak le, stb. Ugye aki ilyen hezitáló, annak nem sikerülnek a dolgok, aki meri mindig vállalni a következő lépést, annak meg általában bejön. Magának ezt tanulnia kellett, vagy pedig? Igen. Igen. Igen, én elég félénk voltam, bár ha valaki az életutamat látja, akkor azt hiszi, hogy egy ilyen vagabund voltam, aki mindig mindenbe fejest ugrottam. Viszont van egy olyan, hogy szenvedésnyomás. Tehát ha valaki azt mondja, hogy na nehogy már egy kis szürke pont legyek, egy homokszem legyek, én az nem akarok lenni. Nekem ez szenvedés volt, ez a gondolat. Ez segített abban, hogy mindenféle félelmeimet legyőzzem, és azért csak mindig megtettem azokat a lépéseket, amik akkor nekem... Tudatosan? Igen. Külső segítség nélkül? Soha senki nem segített nekem. Vajon honnan jött ez a képesség? Onnan, hogy mindig gondolkodtam. Engem mindig a végső megoldások érdekelnek. Az is igaz, hogy van bennem egy fogékonyság arra, hogy ráharapjak dolgokra. Amikor elkezdtem arról olvasni, hogy a szabad akarat létezik-e, akkor ez nekem nagyon megtetszett, és elkezdtem utána olvasni, és rá kellett jöjjek, hogy nincs ilyen. Erről már a múltkor is beszéltünk, és már akkor sem kerültem belülre igazából, tehát nem tudtam belsővé tenni. Ugye az hangzott el a múltkor, hogy az agyunk folyamatosan jár, folyamatosan szüli a terveket. Igen. Azt, amit aztán mi egyetértésben megvalósítunk, de van olyan, hogy nem is értünk egyet, ugye? Akkor az nem is valósul meg. Például? Általában. Ami az erkölcsiségünkkel nem stimmel? Az agy azért nem egy tökéletes számítógép, tehát... kibontakozik egy terv, hogy meg akarom kóstolni azt a finom csokit, és utána jön egy ellenterv, és azt mondja, hogy nem, mert az egészségtelen. De nem én akadályozom meg, hanem az agyam. Tehát az agyam készíti a terveket. Mi szerint dolgozik az agyam?
hihetetlen sok információ, amiket mi személyiségnek, meg személyiségvonásoknak nevezünk, ezek tulajdonképpen szokások, szokásrendszerek. Na most a szokásrendszerek egy ilyen bonyolult döntéshálón keresztül a millió egy információ, hogy szabad, nem szabad, meg így szoktam, meg úgy szoktam, meg ezt tanultam, azt tanultam, ezek mind benne vannak abban, hogy ha születik egy terv, az hogyan fog majd kiviteleződni, és ha aztán valahol az agyam egy másik tervével ez ütközik, hogy ez mégse lenne jó, mert ezért azért amazért, akkor kiiktatódik. Ugye az is egy gondolat, hogy nem akarok olyan maradni, amilyen vagyok, elégedetlen vagyok magammal. Ez is egy inger az agyamban. Honnan jön az inger? Az egyiknek jön az inger, a másiknak nem. Az egyiknek elég erős a szenvedésnyomás, a másiknak nem. Ezt mi dönti el? Na most ez borzasztó bonyolult, tehát ez az ember kép, ez még nincsen kidolgozva, mert annyira hajmeresztőnek tűnik, közben meg így működünk, tehát pont ez a probléma, hogy a kultúra teljesen elfedi, ahogy az emberek működnek, de állandóan anomáliák keletkeznek, a szenvedélybetegségek, megyebek. Hát állandóan ebbe ütközünk, hogy na elhatároztam, hogy akkor nem iszok többet, vagy nem füvezek többet, vagy le fogok fogyni. És akkor mindig abba ütközik bele az ember, hogy már ott van a kezében a pohár. Hát de nem azt mondtam, hogy nem akarok inni. Az, hogy én kigondolok egy ilyen tervet, hát most táplálkozunk a kultúrából, a kultúra mondja azt, hogy csúnya dolog alkoholistának lenni. És akkor én ezt így valahogy elfogadom, és akkor létrehozok egy ilyen kis célt a fejemben, hogy akkor ezt kéne követni. És akkor ez egy jól ismert jelenség, hogy ül az ember, és azt mondja, ó, egy ilyen finom süti van a hűtőszekrényben, de ma már azt nem kéne megenni. Akkor nézi tovább a filmet, de hát mégiscsak az, most mit árt az nekem, hogyha egy süteményt eszek, és itt a végén ott vagyunk, és esszük a süteményt. Lényegében arról van szó, hogy az agyunk tunkolja az ő tervét, hogy de jó lenne ezt a süteményt megenni. És akkor nekünk van egy ellentervünk, szintén az agyunkban, hogy nem, hát elhatároztuk, hogy lefogyunk, és akkor végül jön a csel, ettől nem fogsz elhízni, azaz egy süti nem számít, csak az a baj, hogy minden este lesz ez a harc, és minden este a süti győz. Tehát, hogy lényegében mi végrehajtói vagyunk. Tehát, ha az ember változtatni akar az életén, akkor a körülményeken és a külső-belső ingereken kell változtatni. Mondok egy egyszerű példát. Valaki elhatározza, hogy ezentúl nem fog este süteményt tenni. Antonio Damasio, a híres agykutató azt mondta, hogy az akarat az nem más, mint egy célképzet. Uh-huh. Tehát előttünk lebeg az, hogy le akarunk fogyni. Ha ez elég erős, akkor nem esszük meg a süteményt. Ha gyenge, akkor a süti fog győzni. Hogy lehet megerősíteni ezt a célképzetet? Például ezek ilyen szociálpszichológiai kísérletek voltak. Írok egy eszét arról, hogy milyen gyenge figura az, aki nem tud ellenállni a süteménynek, stb. És mikor megírtam, már is megerősödött ez a célképzetem. Tehát ezt tesztelték, hogy barát-e a rendőr, és akkor egyik csoport ingyen írta, a másik meg pénzért írta, aki pénzért írta, annak nem változott az attitűdje, aki ingyen írta, annak megváltozott, tényleg elhitte azt, amit írt. A másik, hogy mindenkinek, minden létező barátunknak, ismerősünknek, rokonunknak elhírezteljük, hogy vége a sütizésnek. Itt görbüljek meg, ha még egyet megeszek. Ez megint az elköteleződés. Tehát már annyi embernek elújságoltam ezt, hogy most már nagyon ciki lenne, ha kiderülne, hogy én továbbra is eszem a süteményeket. Akkor csinálhatok egy naplót, ahol mindig nagy fekete pontot kapok, hogyha mégis elcsábultam, és még nagyobb piros pontot, hogyha sikerült ellenállnom. És így tovább. Tehát tulajdonképpen ezeket a célképzeteket tudjuk erősíteni, megtámogatni, hogyha elhorganyozzuk mindenféle irányba. Aha. És akkor egyszer csak ő győz. Ki támogatja a célképzeteket? Értem a célképzeteket, és értem is, hogy meg kell támogatni. De ki támogatja a célképzeteket? Az agy egy nagy hálózat. Akkor én így foglalkozgattam agykutatással mindig, most akkor a anterior cingulális kéreg, az most akkor micsoda? És akkor az egyik kutatás azt mondta, hogy az felel a kiközösítés okozta fájdalomért, de a fizikai fájdalomért is. Ahány kutatás, annyi dolgot kötnek a anterior cingulális kérekhez, az itt a választékunkban található. És akkor kiderül, hogy a döntésben, az akarati tevékenységben, az érzelmi életben, a dolgok fontosságának megítélésében, mindenben. Lényegében arról van szó, hogy pettel nézik az agyat, és amikor történik valami, felkérik, hogy csináljon valamit a kísérleti személy, vagy gondoljon valamit. És
akkor megnézik, hogy melyik agyterületek világítanak. És akkor így ebből így kitotózzák. Na most minden feladatnál más-más agyterület, vagy ugyanazok az agyterületek világítanak, és akkor így föl lehet címkézni, hogy akkor ez a terület, ezt, és akkor már túl sok mindenért felelős, ami azt jelenti, hogy egy komplex hálózatnak a működését nagyon nehéz így belokalizálni, hogy akkor na ezt csinálja. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy működésmód bejáratódik ezzel, ez az erősítés. Igen, és szokásokat kell, ugye gondolati szokásaink vannak. Az is gondolati szokás, hogy hó, milyen hülye vagyok, vagy én egy tehetetlen valaki vagyok. Ez mind gondolati szokás. Tetten érhető, hogy ilyen meg ilyen helyzetekben nekem mindig az jut eszembe, hogy ezt én úgyse fogom tudni. Na most, hogy lehet egy gondolati szokást egy másik hasznosabb gondolati szokásra változtatni? Úgyhogy olyan helyzetekbe megyek bele, amitől persze félek, meg hát nem is tudom, de ezt egy kicsit ilyen tudományosan fogom fel, hogy nem, most csak tesztelem, hogy tényleg nem fog-e sikerülni. És akkor kiderül, hogy sikerül. Tehát egy olyan attitűdöm lesz, hogy na hát ezentúl érdemes belemenni a dolgokba, mert mit lehet tudni. Minél többször sikerül, annál inkább elhalványul a régi, rossz gondolati szokás, és kicserélődik egy másikra, hogy fog ez neked menni,